Szia, köszöntelek Ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain Tudásforrás, én Pinke Attila vagyok, és a mai videóban arról fogok beszélni, hogy bizony a kriptopiac elérte a 3 billió dolláros piaci kapitalizációt úgy összességében, és ez szerintem mindenképpen egy mérföldkő. Aztán a második téma az arról fog szólni, hogy hogyan fejlődik ugye ez a gaming, tehát ez a, a játék, úgy tetszik, játékipar, és hogy ez mennyire jelentős lehet a blokkláncon már az, de ez csak folyamatosan nő és nő, és nagyon ígéretesnek tűnik ez a terület. Valamint a harmadik hír pedig arról szól, hogy a New Yorki polgármesternek mindig vannak újabb kriptós ötletei, már egy párról beszámoltam, most azt mondja, hogy szeretné a kriptó edukációt bevezetni az iskolákba. Szerintem ez tök jó és ezekről szólok a mai videóban, valamint jönnek majd a kérdések és azokra a válaszok. A mai napra ígértem a játéknak a sorsolását, mi szerint ugye első körben 10, aztán majd megint 10 kurzus ki fogok sorsolni. Viszont nagyon jó, hogy úgy állítottam be a játékot, hogy én is a hétfőt állítottam be, ő még úgy értelmezte a program, hogy akkor ez hétfő éjfélig fog tartani. Tehát igazából nem történt semmi, csak annyi, hogy mit láthatjátok, még 13 óra van hátra, amikor ezt a videót fölveszem, egészen hétfő éjfélig, és közel 2000 részvétel már a játékban. Ez szuper, ennek nagyon örülök. Nagyon fontos akkor, hogy holnapra tolódik a sorsás, ami Késik, az nem múlik, szóval a lényeg az, hogy holnap ugyanúgy ki fogom sorsolni, és akkor a második játékot nyilván akkor így holnap fogom indítani, amit majd csütörtökön sorsolok, csak akkor már figyelni fogok, hogy jól állítsam be az időt. Így igazából kaptatok még egy napot. Nagyon fontos, hogy összességében a két játékban 1.600.000 forint értékben fogok kurzusokat kisorsolni, te választod, hogy melyik kurzus szeretnéd, tehát nem az, hogy ráderöltetek valamit, az én kurzusaimból ugye több is van már, választhatsz, hogy melyik a számodra a leghasznosabb, hogyha nyertes leszel, és a feltételek pedig baromi egyszerűek. Nagyon fontos, hogy legyél feliratkozója a Blockchain Bloom Hungary csatornának, és egyébként feliratkozhatsz a Facebook és a Twitterre is. De hogy Twitter? Instagram. De Twitteren csak az angol csatorna található egyébként, a magyar nem. Szóval az Instagramra eh, itt ide kattintasz, és amikor itt meg kell akkor, amikor rákattintasz meg, elvisz erre az oldalra, tehát linkre, ott akkor feliratkozol, és itt pedig lehetőséged van akkor az e-mail címedet megadni, hogy részt tudjál venni a játékba is a nevedet, amikor sorsolok, az alapján tudlak majd megkeresni akkor eh, téged. Ha nincsen Facebookod, ne aggódj, akkor menj a YouTube-ban, csak akinek van Facebookja és ott is követi a Blockchain Blue vagy van Instagramja, akkor az plusz ö, esély. Tehát így mindenkinek három esélye is lehet, hogy nyerjen. Aki csak az egyiket, tehát csak a YouTube-ot tölti ki, azt ott iratkozik föl, akkor csak egy, ez mindenki magának eldönti, én csak a lehetőséget akarom ezzel megadni. Jó, tehát akkor holnapra tolom a sorsolást, bocsi, én láttam, hogy tehát most láttam, hogy jó, sorsoljak, és akkor ó, még van egy pár óra hátra, hogy lezárjuk, évfélkor le fog záródni, és akkor holnap sorsoljuk, és utána indítom majd az újabb játékot, mint majd csütörtökön sorsolok ki. Jó, valamint nagyon fontos, a kurzus, amit ígértem, ugye mára, az viszont megjelent, az kijött, Ugye ez nem más, mint a kriptovaluta kereskedési stratégiák és elemzések, képzés. Egészen éjfélig, vasárnap éjfélig egyébként ma reggel állítottam át, tehát aki még így hajnalban akarta megvenni, annak még volt lehetősége, nem kapottam ezzel. A lényeg az, hogy addig lehetett kedvezménye megvásárolni, most már nyilván is a teli áron van, 79.850 forintért. Ugye volt ebben a hónapban, pontosabban, amikor elővételbe lehetett már venni. Először 30 százalék kedvezmény, aztán 15-tel, és nyilván így a terjel. Tehát mindenki, aki szerette volna, azt megvehette. És egyébként így néz ki maga a felület, amikor megveszed a kurzust. Itt vannak folyamatosan a témák. Azért megyek lassan, hogyha akarod, akkor nyugodtan meg is nézheted, a Youtube videót visszatod tekerni, meg tudod nézni, hogy mik vannak. 53 lecke született, több mint hat órányi anyag, igencsak lényegre törően, tömören. Tényleg ez az a kurzus, aminek az árát biztos, hogy vissza fogod keresni azzal, amit itt tanulsz, hiszen ez konkrétan a stratégiákról és az elemzésekről, hogy hogyan tudják sikeresen részt venni a piacban. Tehát igazából ennek a kurzusnak az ára, hogyha úgy veszük szinte bármi is lehetne, de nyilván nem, nem úgy csinálom, mert, mert tudom, hogy milyen értéket tartalmaz. Na jó, akkor ennyit erről. Szóval toltam holnapra a sorsolás, ne felejtsd, hogy a kurzust, hogyha akarod, továbbra is elérhető, megvehető. A kedvezmény ugye egy hónapon keresztül volt nagyjából elérhető, több mint egy hónapon keresztül. Szerintem sokan tudtak a lehetőséggel élni, és ahogy ugye, amikor megvásároltátok, tudtatok akkor regisztrálni, és a felület, tehát a www.blockchain.blockchainbloom.com a felülete, ugye ott vannak a képzések, tehát ez nem a Patreon csoport, semmi köze a Patreonhoz, nem itt van a Youtube-on, hanem a honlapon található meg, oda belépsz, és hogyha több kurzusod van, akkor a kurzusok egymás mellett helyezkednek el, tehát megvan az NFT kurzus, az ingyenes kurzus, amit oda le tudsz tölteni, és ha megvásárolod ezt, akkor ott vannak, és mindig online, bárhol is van a világban, egyszerűen fel tudsz venni, és tudod nézni, nem kell külön letölteni, mindig elérhető videóképzés, csak videós kurzusaim vannak, és nagyon fontos, hogy örökre a tiéd, tehát annyiszor nézed meg, ahányszor szeretnéd, a lényeg, hogy tanuljál. Na jó, menjünk rá, akkor hogyan is néz ki a piac jelen pillanatban. <coughs> Lehet látni, hogy Bitcoin 66.151 dolláron, mit szóltok hozzá, 7%-ot megy fel, Ethereum, közel 4%-ot ment, új csúcsokat döntöget, tehát tényleg a hangulat továbbra is jó. Ha megnézzük a nyerteseket, akkor látjuk, hogy Kadena 18%-ot, OKB 15, Crypto.com is nagyon szépen jön fel az utóbbi időben, 15%-ot ment fel. Aztán vesztesek között Helium 21-et le, OMG Network 5%, 4%-ot ment le Chili's, hát igazából nagy vesztesek nincsenek, tehát azt abszolút nem lehet akkor mondani. Ha megnézzük a bitcoinnak a gyertyacsártyát, akkor pedig láthatjuk, hogy ugye, na mindjárt úgy alakítom, hogy úgy is lássátok, ugye itt volt ez a nagyon jó szimmetrikus három szög, amiből ugye ez tuk tuk, -tuk, -tuk pattog a labda, <laughs> pattog a labda, és itt várjuk a kitörést, mindig általában ugye ez a 70 megtöltődik, és akkor a maradék 30-ba tör valahol ki. Látjátok, ahogy itt kitört, rögtön puff, elindult fölfele nagy iramban. Itt csak azt állítottam be, hogy. jelen pillanatban, tehát jelen pillanat nézzétek, ennyire vagyunk, igazából picit több mint 1%-ra vagyunk a bitcoin mindenkori csúcsától, tehát hamarosan akár csúcsdöntés is szóba jöhet. Lehet látni, hogy jól alakul, volumen is van mellé, tehát tényleg etedik rendesen ezt az emelkedést. Ha megnézzük az Ethereumot, az is nagyon fontos, hát nézzétek meg, újabb és újabb csúcsokat dönt, ugye jelen pillanatban is 4720x dolláron, és egy gyönyörű, gyönyörű csatornában felfelé nem emelkedőjék, egy szépen szabályos csatorna, ez abszolút jó emelkedés magasabb és magasabb csúcsok, magasabb és magasabb mélypontok, pont hogy a tankönyvben meg van írva, tehát abszolút szerintem e, itt is egyelőre továbbra is jó a hangulat. Na jó, és akkor jöhet az első hír, ami pedig arról szól, hogy bizony átléptük a három billió dolláros piaci kapitalizációt, hogyha a kriptó egészét nézzük. Nos, történelmi dolog, 3 billió dollár fölött van jelen pillanatban a kriptópiac, a CoinGecko szerint tudom, hogy nem minden oldal pont ugyanúgy működik, előbb-utóbb mindenki majd ezt, vagy mindenhol majd ezt lehet majd látni. Ez egy nagyon-nagyon fontos nagy mérföldkő, meg is mutatom itt a CoinGecko-nak az oldala, és látjátok, itt van fönt Ups, nem, itt van fönt az a szám, tehát több mint 3 uh, billió dollár, jelenleg 41% a bitcoin dominanciája, az Ethereum pedig 18,7, és ugye ez a 10.445 kriptó összességében adja ezt ki. Ha viszont itt meg tudjuk nézni a részleteket, tehát hogy a bitcoin én nagyjából ugye ott 41 százalék, most itt 40, tehát kávéra mondom, hogy 40 százalék, tehát 1,2 billió dollár, tudjátok, angolul trillió, magyarul billió, ne keverjük össze. Aztán Ethereum, itt van, hogy 18,6, tehát 560 milliárd, ugye a billió angolul az magyarul milliárd. Úgy néz ki, hogy ma nagyjából 40 százalék marad annak a többinek, a 10.445-ből, amit ugye láttunk legalábbis a CoinGecko szerint, tehát ez se pontos számok, de nagyjából ugye 10.000-ről beszélünk, Szóval lehet látni, hogy nagyon-nagyon szépen jönnek fel ezek a kriptók, mert a kriptovaluták összességében egyre többen fektetnek ebbe pénzt, hiszen lehet látni, hogy nem ide-oda teszik, hanem maga a piaci kapitalizáció az növekszik. Nézzétek meg, hogy összehasonlítjuk ilyen top más eszközökkel, akkor lehet látni, hogy az arany, ugye tudjuk, nyilván abszolút első helyen 11,5 billió dollárral. A Microsoft leelőzte egy kicsit, ha jól látom, pont az Apple-t, de itt van a nyolcadik helyen a Bitcoin már, és nem kell sok, hogy az ezüstöt leelőzze, már leelőzte a Teslát és a Metát, tehát a régi Facebookot. Az Ethereum pedig a 15. helyen van leelőzvén a JP Morgan-t is, a Vízát, Alibabát. Tehát tényleg két olyan eszközről beszélünk itt, két nagy kriptóról, ami itt a nagyok babérjaira tör, és ha gondoljatok bele, hogyha elérné mondjuk a bitcoin maga, ami simán megvan, a, meg lehet, a kettő billió dollárt, akkor azzal fölkerülne ide a harmadik, negyedik hely környe, a negyedik hely környékére. És ebben abszolút erre van reális esély ebben a Bika piacban. De hogy majd mi lesz, azt meglátjuk, hiszen esélyek mindig vannak, fordulatok is mindig vannak, hogy mit az a jövő. De ez abszolút lehetséges lehet. Jó, szóval ennyit erről a hírről, ezt azért gondoltam mindenképpen megemlíteni, hiszen ez nagyon fontos, hogy lássátok, hogy hogyan növekszik ez a piac, és azért ez már egyre nagyobb, egyre nagyobb lesz. A következő hír pedig nem szól másról, mint arról, hogy a gaming világ óriási hódításon van jelen pillanatban. Össze is hasonlítom mindjárt egy-két piaccal, és azon belül pedig a blokkláncra épült gaming világban pedig tényleg hatalmas fantázia van a metaverzumokkal együtt természetesen. Szóval a gaming az abszolút, tudjátok, itt a játékok világa. Óriás hódításon van, és ha valaminek jót tett, a pandémiás helyzet az abszolút ez a terület volt, ez továbbra is előtte is növekedett, de ez még jobban elkezdett növekedni, hiszen ugye sokan úgy élték túl, idézőjelbe ezeket a otthoni bezárásokat, hogy különböző játékokkal játszottak. És nézzétek meg, hogy jelenleg a globális gaming piacnak a ugye, jelenleg 180 milliárd dollárra tehető, míg a globális filmipar 100 milliárd dollár, és hogyha megnézzük az észak-amerikai sportokat, összesportot összevéve, annak pedig 73 euh, milliárd dollár, ugye itt a, az éves bevétele. Szóval lehet látni, hogy abszolút a globális gamer piac az az, az az arat és azt mondják itt ez egy érdekes jóslat, hogy 2025-re a száma az online streamereknek és ugye online ja of online streamers of online games, ja igen, tehát akik online játékot streamelnek azt egy milliárdra jósolják. Hát ez erős százaléka lenne a lakosságnak, hogy őszinte legyek, de majd meglátjuk. 2018-ban például nagyon durva, hogy az Egyesült Államokban a top 4-ben három sport, e-sport volt, amit néztek az emberek. Nézzétek meg, hogy, hogy most 2021-ben az NFL az egyedüli, aminek a nézettsége 141 millió, annyian nézik, és a második kategóriá már az e-sportok. 84 millió nézettsége, és csak az NBA 63 millió, az NHL 32 millió. Tehát óriási figyelem ö, fordul ezekre, a, 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 erre az egész gamer világra. És ugye a jelenlegi játékok, amik vannak, azok abszolút hát a saját platformokon futnak, és hát igazából a játék birtokolja azokat a skineket, azokat az avatárokat, bármit, amit ugye veszel, tehát ott megveszed, de hát ott van benne ebben a játékban. A blokklánc technológia és az NFT-k világa teszik lehetővé, hogy te tudod azokat a skineket, avatárokat saját magad is birtokolni, nem a játékhoz hozzá fog tartozni, örökre megveheted, ne felejtsétek el, hogy a, a blokklánc technológiának köszönhetően ugye lehet keresni is ezekkel a játékokkal. Hát a fejlődő országokban hányan felmondták az állásukat, és azt mondták, hogy jó, én itt nem dolgozom tovább, elmentem játszani. És azzal sokkal jobban ér X-Infinity például. Aztán ne felejtsétek el, hogy nyílt, nyílt forráskódú protokollok ezek az Ethereum is az, tehát ugye mindenki megépítheti akár rá a saját játékát az Ethereum platformra és de ugye a jövőben ez működhet akár a Szolánán, akár a, a Kozmoszon, és ami nagyon érdekes, hogy akár játékok köztött is lehet átvándorlás, itt az átjárhatóságnak, a bridgeknek köszönhetően, és bizony azzal az NFT-vel, amivel rendelkezem, ami egy skin, vagy egy avatar, vagy egy fegyver éppen, át tudod vinni egy másik játékba, ami most a hagyományos verzióban abszolút nem lehetséges. <kül> kereskedhetsz ezekkel az NFT-kkel, értékesítheted ezeket, egyszer már megvetted, megszerezted, eladhatod őket. Tehát erre se volt nagyon precedens még a, 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 hagyományos ugye, gaming játékok világában. Tehát, mint látjátok, egy óriási fejlődés irányába megyünk, és erre egy óriási igény van az emberek részéről. Tehát én azt mondom, hogy figyeljetek, hogy mik azok a projektek, amik a blokkláncon ebbe az irányba mennek, érdemes nézni ezeket, mert Ezeket egy nagyon-nagyon szép jövő állhat fejlődésben. A metaverzumok pedig nagyon hasonlóan szintén ehhez, hiszen úgy, ahogy itt az offline térben kialakítjuk a kis életünket, azt lehet látni, hogy egyre jobban a metaverzumokban is kialakítod azt a kis világot, amiben ott szeretnél érni nem kell fizikailag ugye ott lenni igazából, mint ahogy itt, hanem, hanem az online formátban, az online, nem tudom, javatárod, a bármiben részt vehetsz, tudsz ott földet venni, minden is. Erre nagyon nagy igény van, és tudom, hogy nagyon sok ember számára ez nagyon furcsa, főleg az idősebb generációnak, a fiataloknak már nyilván nem annyira. De meg kell érteni, hogy a világ az folyamatosan változik, és ugyanúgy, mint a régi hagyományos pénzügyi rendszer sem működik már úgy, mint az működött még 80-50, tök mindegy hány évvel ezelőtt, hanem egy forradalmi új világ van. Most már nem az van, hogy minden fiatal a, a Grundon találkozik, és együtt rágják a gitet, hanem bizony online terekben ö, találkoznak, online játékokban úgy csetelnek egymással, egy, egy külön kis világban élnek ott, ott alakítanak ki egy kis közösséget, és bizony, ez a fejlődés része. Most az lényeg, hogy valakinek ez tetszik, vagy nem tetszik, de attól még ez van, és pontosan ezért abszolút nagy igény van rá. Hát szerintetek véletlen, hogy a Facebook metára változtatod, nem, ha ezek nem gondolnák komolyan, és muszáj lépést tartani a fejlődéssel, hogy úgy járnak, mint a Blockbuster, úgy azt mondták, hogy úgy gyerekek, VH-s kazetták örökre, de ahogy fogunk itt a DVD, meg az ilyen digitális irányba elmenni. Aztán gigászi nagyok voltak, ellettek söpörve. Gondoljatok bele a Kodakra, hogyha, hogy mi volt ők is. Elsőként jöttek ki a digitális kamerában, mert azt mondták, hogy nem, ez nem lesz vissza, mindig csak a szép film, a film előhívás, az lesz gyerekek. Megérkeztek a versenytársak, ők aztán ráfeküdtek arra, és hiába volt a Kodak az első ezen a területen, és még a digitális fényképezői kifejlesztésében is, nem csinálták, eltűntek, lemosták őket. Pontosan fontos ezért a Facebooknak is lépni, és észre kell venni a fejlődést. Szóval én azt mondom, hogy nézzetek körül metaverzumos, nézzetek körül blokklánc szépülő játékok területén, mert ez mindenképpen ígéretes lehet, és nem csak most így ebben a pika piacban mondom, hiszen majd lesz egy medvepiacos időszak, de utána a, ez abszolút egy olyan dolog, aminek lehet hype -ja. Na jó, és akkor beszéljünk egy másik hírről, New Yorki polgármester. Többször beszéljek róla, mert mindig valamit hozzáadom, egy kriptós ötlete van. Most például az új ötlet az, hogy szeretné a kriptó-edukációt bevezetni az iskolákban. Ugye nagyon fontos, hogy ha itt van az új terület, a kriptó, a blokklánc világa, akkor igazából tudjunk róla. És az új generációnak. Már fontos, hogy ezzel nőjön fel, egy, egy alaptudása legyen, de lassan már nem csak alap kell hozzá, és ezért üdvözlöm ezt a ö, törekvését az új New Yorki polgármesternek, aki majd januárban lép hivatalba, aki nem csak ugye tudjuk, hogy New Yorknak saját kriptovalutát szeretne a városnak ö, kihozni, aztán még azt is mondta, hogy az első három hónapos fizetését nagyon szívesen bitcoinba fogadja el, hanem azt mondja most, hogy bizony szeretné az oktatásba is beépíteni a kriptolutákkal és, és digitális eszközökkel kapcsolatos témákat, hiszen ő úgy gondolja, hogy muszáj az iskoláknak ugye ebbe a technológiai irányba nyitni, és ezt az újfajta gondolkodásmódot megérteni, hiszen tényleg. Forradalmi. Forradalmi most történik, és ti, akik most itt vagytok, ti, akik már aktívan részt vesztek úgymond a kriptó életben, hogy már kriptóval foglalkoztok, blokklánc technológiát ismeritek, követitek ezeket a dolgokat. Egy olyan forradalmat élünk most meg, amit amit, amit talán mit terem, az internet hozhatott, vagy lehet, hogy ez még annál is nagyobb lesz, hiszen megváltoztatja a pénzügyi világot, megváltoztatja a, a digitális tulajdonjogokat, lehet már birtokolni. Annyi minden történik, hogy tényleg már nem lehet szakértői, úgy án blokk a blokklánc és kriptónak, hanem különböző területekre lehet már specializálódni, másképp nem is működik. Én is napi szinten órákat tanulom, éppen mindig az új dolgokat, most már évek óta csinálom ezt, és mindig az van, hogy oh, sose érem utol magam, sose érem utol magam, mert annyi minden történik, nem értetek én is már mindenhez, de, de nagyon izgalmas. És, és én szerintem, aki ebben benne van, aki megértette, hogy ez hova vezethet, mi lehet ebből, mi vé fejlődhet ki, és még milyen pici százaléka foglalkozik ennek az emberiségnek, ezzel az emberiségnek, akkor az, az megérti, hogy ebben milyen potenciál lehet. Vagy gigászi lesz a dolog, vagy teljesen eltűnik. Mindig így van a technológiákkal, és egyenlőre abba az irányba megyünk, hogy egyre nagyobb az adoptáció, egyre jobban fogadják be, és nem tudunk mit csinálni. Digitális korban élünk, egy digitális világban, ahol abszolút ezek a dolgok azok, amik működnek, és az old school, offline dolgok, azok régen működtek, de most már elavultakká váltak, és mindenképpen egy új, új irányvonal kell. Azt nézem, hogy Igen, ez sokkal az ő nyilatkozata volt, és akkor hogy ah, nem New York városa az első, akik ugye a kriptoedukáció irányába akarnak menni, hanem itt volt az a The Georgia House of Representatives, egy ilyen bizonyos törvény ment át javaslattal az edukációba való, tehát a kriptonok az edukációba való beépítésére a középiskolákban, high schools. Én ennek nagyon örülnék, és gondoljatok vele, hogy ha ha itt megtörténik, ha meg fog történni, ez New Yorkban, ott volt már egy ö, másik város, és előbb utóbb jönnek a többiek. El Salvadorban is, ugye bevezették ugye a Bitcoin, mint hivatalos fizető és pontosan ezért edukálják a népet is. Ez egy el fog terjedni, és ti, akik itt elsőként vagytok, ti lehettek ezeknek az egésznek az úttörői, akik, akik már ilyen korán foglalkoznak vele, de x év múlva ez már olyan evidens lesz, hogy, hogy jó, persze, kriptó, blokklánc technológia, és ez a világ, mert egyszerűen elkerülhetetlen, hogy ebbe az irányba menjünk, abszolút erre utalnak most a jelek. Kíváncsi hogy mi fordítaná ezen, de igazából nem látom még. Na jó, ennyit akkor a New Yorki polgármester új ötletéről, amiről már többször beszámoltam és jöjjön akkor a kérdezfelelek rész. Kérdezi mindig úgy tudsz, hogy tudod, írsz az aktuális videó alá, és akkor én onnan szemezgedek szépen, hozom a kérdéseket a videóba, mert tök jókat kérdeztek, és ezzel ugye még többen tudnak tanulni, hogy nem csak neked válaszolok ott, hanem talán így el is mondom. De érdemes egyébként a komment szekciót olvasgatni, mert tök jó dolgok szoktak ott lenni. Azt mondja. Ja igen, és akkor nagyon jó fejek voltatok, többen írtatok, ugye, amikor a 20 ezer feliratkozót elértem. Tényleg klassz dolog volt ezt megélni, hiszen magyar nyelvű kriptós csatornaként így a Blockchain Bloom sikerült először ezt a 20 ezeres mérföldszámot el átlépni és, és, és tényleg jó volt. Aranyosod Konrad írta, hogy emlékszem, amikor elkezdted, alig nézte valaki videóidat, te mégis szakadatlanul gyártottad őket minden nap. Esküszöm, ezért is lettem figyelmes rád, mert mondom, ez a fickó aztán kitartó. Mai napig eszembe jut egy plakát az egyik volt irodámból, kizárólag a kitartás nyeri el a méltó jutalmát, mennyire igaz, gratulálok. Hát bizony, emlékszem, amikor az első hónapban a feleségem és édesapám lájkolta a videóimat, és ők voltak a nézők is természetesen, meg én is egyszer megnéztem, hogy növeljem egy kicsit a nézettséget. Mert akkor, amikor indultam még májusban, 2020-ban, akkor nem volt tomboló piac, nem volt az, hogy mindenki erre keres, ahogy is Google keresőbe föl se tűnt a dolog, tehát még nagyon-nagyon nehéz volt akkor az indulás. De hát igen, a kitartó munka szerintem is egyébként meghozza a gyümölcsét. Oké, szia Attila! Hogyha elkéne képzenned egy 2025-ös piacot, nálad mi lenne a top 5 coin? Nincsen top 5 2025-re, gőzöm nincsen. Ugyanis amikor visszanéztem, mi volt 17 ben Bitcoin Ethereum jó eséllyel. A többi? Hm, majd beszéljünk róla 2024-25-ben. Szia Tila, metaversről úgy általában tudnál kicsit mesélni, mindenhonnan hallom most, nagy a hype, de hogy mi is ez pontosan és hogyan lehet belőle profitálni, az nem teljesen világos. Köszi szépen. Hú, hát ez egy, ez egy, ez egy, ez egy külön téma. Jut eszembe, erre ki kéne dolgoznom egy, egy, egy videót szerintem a, a patreon Patreonba is föltenni ott az oktató videók közé, mert, mert tényleg ez, ez egy fontos dolog. De röviden nagyjából az, hogy a metaverzum az igazából egy online világ, amiben te kialakítod a kis saját életedet. Ugyanúgy tudsz, mint itt ingatlant venni, tudsz egy metaverzumba is ingatlant venni, tudsz földet vásárolni, tudod, tudsz hirdetéseket értékesíteni, tehát hogyha megveszel egy földet, és azon fogsz szépen, nem tudom én, hirdetéseket kitenni, akkor az emberek arra is felhívhatod a figyelmet tudsz ugye digitális galériákat berendezni, egy, egy életet tudsz igazából ott a, a metaverzumban kialakítani. Igazából a te is online életedet, és most abszolút, főleg a Facebook, ez nagyot nyomott most az utóbbi időben rajta, de ebbe az irányba megyünk, és tényleg nagy hype van körülötte, aztán nyilván mindig mindennek kicsit akkor le fog törni, és akkor utána majd újraindul úgy, mint az NFT-k is felmentek, le, aztán újabb lendületet kaptok, tehát mindig, mindig így van ezekkel a hype -okkal. De szóval nagyjából így, így, így dióhéjban ezt tudnám róla mondani. Tehát, és hogy hogyan tudsz ebből profitálni? Vásárolsz olyan kriptó projekteket, amik ugye metaverzumok területre épülnek, például mondjuk a Decentraland, ugye a Manna token, de aztán nyilván többen is vannak érdemes megnézni, csak keres rá, hogy metaverzumos projektek, hogy akkor mik azok, amikkel érdemes talán foglalkozni. De magában a metaverzumban is vásárolhatsz például földterületet, aminek ugyanúgy megy föl az értéke, minél minél uh, felkapottabb az az adott metaverzum, minél többen vannak benne. Lehet, hogy te még a korai érkezők között vagy, amikor nem volt olyan drága, ez olyan, mint hogy régen az agglomerációba vásároltál mondjuk egy uh, telket, amit jól megvettél. Most, hogy ugye egyre jobban Nő az értéke ezeknek a földterületeknek is, megy felfelé, és ugye így tudsz profitot kivenni belőle, hogyha mondjuk azt mondod, hogy jó, akkor én most egy magasabb áron akkor eladom. Ezt meg tudod tenni, tehát akár jó befektetés lehet. De hogy biztos gombaszal nőnek majd ezek a metaverzumok, és majd mindegyik nem lesz olyan, de, de érdemes, érdemes ezt a területet szerintem figyelni. Szóval ez csak példák, ötetek rá. Sziasztok, van valami gyűjtő oldal, ahol meg lehet nézni, hogy egy adott coin milyen hálózaton fut. Tudom, hogy ki és figyelni kell, hogy a coin saját hálózaton történjen, de hogy és melyik az, az nem mindig egyértelmű. Coin.ge-t kerestem, de nem találtam. Attilán gratulál a 20 ezerhez, köszönöm. Figyelj, csinálhatsz ilyet, hogy itt oda rákerestem arra, hogy Polkadot tokens, coin, gecko, és akkor ha külön akarod nézni, hogy hogy mik vannak, akkor ez itt van, hogy top Polkadot ecosystem coins, és akkor tudod, hogy, hogy ez ott a, a, a DOT-hoz tartozik, de egyébként nyilván most, ahogy kialakulnak, most megjön a, a parachénnek és társai, tehát hogy kialakul ez a teljes rendszer. Én mindig küzdök ezzel. Viszont, amit még tudsz tenni, hogy ha, ha, ha kiválasztod, tehát konkrétan itt van, nem tudom én, Chaining, és akkor itt van, hogy ez az Ether Scan fut. tehát mondjuk itt van a Explorer. Ezt így meg tudod nézni. Gyűjtő oldalról így külön nem tudok, ahol direkt csak ez alapján nézel rá. Úgyhogy konkrétan gyűjtesz úgyhogy mi az Avalanche hálózatra megnézed, vagy az Ethereumra olyat lehet. <coughs> ezt mondja. Ennyit erről. Szia, tőle, gratulálok a 20 ezer feliratkozóhoz. Keep it up! Az lenne kérdésem, hogy ha a váltóról nem közvetlenül bankszámlára, hanem ledgerre utalom ki a <coughs> betettőkét, a plusz realizált profitot, akkor, ja igen, levágtam megint, de itt azt hiszem arról volt szó, hogy ugye lehet-e akkor ezt ugye kiküldi USDT-be, USDC-be, és ebben az esetben is kell -e adót fizetni utána, de nem, tehát Magyarországon, tehát fontos, nem tudom, hogy honnan kriptozod, de, hogyha Magyarországon vagy ö, itten, itt élsz életvitel szerűen, akkor, akkor nem kell csak, hogyha fiatba kiteszed, tehát hogyha Ledger ki, a ledgeredre akár a profitodat USDT-ben, USDC-ben kiutalod, és példa, akkor az nem adóköteles. Hmm. Sáfárkodni, durván rákaptál erre a szóra, rajtad kívül kávé, senki sem használja. Pedig milyen jó kis szó. Egyébként itt van, hogy akit érdekel, sáfárkodni szó jelentése. Én mondjuk szeretem. Felelősen gondoz értéket, képességet rábízott, értéket megőriz, rábízott erőforrást, lehetőséget kezeli. Tehát, hogy hogyan sáfárkozunk a vagyonoddal, az hogyan kezeled a vagyonodat, hogyan, hogyan gondozod. És uh, szerintem igen, de lehet, hogy föl, lehet, hogy tényleg régiesen is fogalmazunk. De én annyira, tehát annyira szeretem a magyar nyelvet, hogy annyira gyönyörű választékos nyelv, uh, amikor az emberek így beszélnek, és mindig állandóan beledobnak valami káromkodást. Én nem is értem, hogy miről beszélnek. Tehát, hogy Minek a káromkodással, amikor olyan ízesen, olyan szépen lehet fogalmazni, ö, persze nem azt mondom, hogy néha indulatos helyzetben nem teszi azt az ember, de én egyébként a, nem, nyilván nem fogok a Youtube-on káromkodni, de hogy ö, ö, a civil életben sem igénylem. Tehát ö, nyilván egy-egy helyzet lehet olyan, de nem jellemző. Szóval sávárkodni, ez jelenti nagyjából az a szó, akit érdekel. De aztán lehet, hogy rajtam kívül senki nem használja. De nem baj, inkább színesítsünk ilyen dolgokkal. Na van még itt valami? Szia Tilla, sziasztok! Elsősorban gratulálok a munkásságodhoz, köszönöm szépen. Már várom a kurzust, annyira hiszek benne, hogy rengeteget tanulhatok, rám férne, mert ma el is akadtam valamilyen, amit mindjárt ki is fejtek. Akkor a lecke, ez az új világ, hogy muszáj segítséghez folyamodnom. És így van, tehát ezért csinálom ezt az egész oktatást, mert tudom, hogy baromi nehéz megérteni, de a Blockchain Bloom Hungary tényleg arról szól, gyerekek, hogy hogy Patreon csoportban rengeteg info anyag, YouTube videók, kurzusok a lényeg, hogy lehetőséged legyen tanulni. Szóval kérdés ma az lenne, e, melyet akár a többiek is megválaszolhatnak, hogy ma vettem egy kódvaletet, sikeresen be is üzemeltem, átnéztem minden funkciót rajta, azonban még élesben nem próbáltam ki, mert nem találok sehol semmi használható infot arról, hogy amikor kiutalok, kiutásra kerül a valuta, vagy összeg a váltóról, akkor ez az egyfajta biztonsági másolat az én a váltón lévő pénzemről, és ugyanúgy dolgozik tovább a váltón, vagy megszűnik tovább maradni a váltón, ezáltal nem termel, úgymond parkoló pályára kerül. Na ez hogy van? A Bitcoin megoldotta a dupla költés problémáját, az pont arról szól, hogy egy dolog nem lehet több helyen. Szóval amiről itt szó van, ha te a váltóról, Binance-ről mondjuk a bitcoinodat kiteszed a ledgeredre, az onnantól kezdve nincs a váltón, csak a ledgeren van, jó? Tehát egyszerre csak egy helyen lehet. Ha te valamiért dolgoztattad a váltón, akkor az ott tovább nem fog dolgozni. Átkerült valami a ledgerre, mit tudom, a kárdánolat átküldted, és akkor onnan kell tovább mondjuk stékelned a ledgerről, hogyha szeretnél vele mondjuk ugye Passzív jövedelmet gyűjteni, de a lényeg az, hogy ez csak egy helyen lehet, jó? Tehát nem lesz több helyen, ez nem egy másolat, pont ez a lényege a, 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 a kriptónak, hogy, hogy ez nem másolat, nem olyan, mint egy e-mail, vagy egy fotó, amit le tudsz másolni, hanem a blokkláncon mindig van rögzítve, hogy éppen az eredeti hol található. Na ennyit akkor erről akkor holnapra csúszott a játék sorsolása, de attól még lesz szó, aki részt vett, eddig is rajta, azt akkor holnap kisorsolom, holnap pedig akkor új játékot indítok, amit majd csütörtökön fogok kisorsolni. Szóval iratkozzatok fel erre a csatornára, hogyha akartok kérdezni, azokra válaszokat kapni, akartok napra készek lenni a kriptolóta világába, akarjátok. Jó, tudjátok, miről van itt szó. Holnap jövök vissza a friss hírekkel, mindenkinek szép napot, sziasztok!